Sziasztok! Szokásomtól eltérően ez most nem élőben megy, hanem ez egy rögzített felvétel. Mert nem tudom, hogy ezt meg lehet-e beszélni, vagy egyáltalán offline módon érdemes inkább meghallgatni, feldolgozni, egyetérteni vele, kommentbe aztán leírni, hogy vagy igazam van szerintetek, vagy hülye vagyok, vagy egy kretén vagyok, vagy mit szólok bele, vagy ami általában szokott ilyenkor lenni, hogy ne avatkozz bele a nagyok dolgába, blablabla. Bla, bla. Szóval, egy éve tart ez a karantén helyzet tulajdonképpen. Egy éve. Egy éve hordjuk ezeket a redvás maszkokat. Én tartok a vírustól, tulajdonképpen tisztelem a vírust, félem a vírust, hiszen nem látom, beférkőzik a testembe, megbetegít, megöl. Nagyon sok ismerősöm betegedett meg koronavírusba, és sajnos sokan meg is haltak. Tehát a vírust, a tényt tagadni nem szabad, lehetetlen butaság. Ugye a holokausz relativizálásért és a tagadásért konkrétan már börtönbüntetés is jár, ha jól tudom, és uh, igazából a vírusra egyelőre még csak rémhírterjesztés, talán szabálysértés, hogyha azt terjeszted valahol, hogy nincsen vírus. Sőt, ugye van ez az antivírus csoport, ez, a, ez az ijesztő nagy bácsi, aki a legnagyobb pandémia közepette is kihívja az embereket tüntetni. Hogy mit akarok ebből az egészből kihozni? Én minden erőmmel próbáltam úgymond kiszolgálni, megszolgálni azt a dolgot, amit úgy hívunk, hogy globális védekezés és felelősségvállalás. Mi történt? Eltelt egy év, a helyzet nem lett jobb, sőt, majdnem ugyanannyian halnak meg naponta. Nagyon sokan megbetegszenek. Az, hogy mindig újabb fertőzöttek kerülnek elő, ebbe semmi különös nincsen, hiszen minél több ember tesztelnek, nyilván annál több fertőzött bukkan elő. De hogy nem tudtunk mit csinálni, nem tudtuk érdemben megfékezni ezt. Nyilván hordok, hordtok maszkotti is, kezet mostok, távolságot tartotok. Azt nem mondom, hogy nem jártok sehova, mert most már nem is lehet hova járni. De hogy miért éppen most is, miért pont most akadok ki? Pedig annak idején, sőt, egész egy, mindenkit rendre utasítottam, aki az én felületeimben próbálta relativizálni ezt, hogy nincs probléma, most sem a vírust fogom tagadni, és nem is a fertőzés. Nem ezzel van bajom, úgymond, ezzel nem tudunk mit csinálni. A vakcinákat gyártják, fejlesztik, ha minden igaz, akkor előbb-utóbb mindenki voltva, és akkor talán rendben lesz az egész amivel nekem most már rohadtul nagy problémám van, azok az intézkedések, ezek az úgynevezett járványügyi intézkedések. Miért nem beszélek én erről sehol? Mert mint közszereplő, ugye a szegmensemet tekintve, tehát ilyen komikus, bohóc, komédiás, nem vagyok hiteles forrás, tehát tényleg ne én mondjam már meg. De itt bukkan elő a magánember. Magánember is vagyok, valakinek a gyereke vagyok, sőt, valakinek a férje vagyok, sőt, most már valakinek az apja is vagyok. Kénytelen vagyok felelősség teljesen gondolkodni. És most már ez a, ez a teljes mindentől elzárás, rettegés, pánikolás, ez most már nem egy tartható út, szerintem. Ez akármeddig nem lehet most már húzni. Amit most műveltek az utóbbi napokba, az, az, az egész egyszerűen pofátlanság volt. Egy szemenszeret kreténség. Tegnapi napon közölték, hogy bezárnak mindent hétfőtől. Azt is mondták, hogy a nőnap miatt nem lesz például virágüzlet. Mi történt? A nagykereskedőknél óriási nagy lárazások történtek. Konkrétan szarréhúgyiért eladtak mindent, csak hogy nehogy rájuk rohadjon. Berendelték, aztán megijedtek, hogy nem fogják tudni eladni. Miután minden elment, utána közölték, hogy hopp, mégis akkor van egy nap, amikor még nyitva lehet. Bezárják az iskolákat, ha jótom a bölcsödéket is befogják. A szülők nem fogják tudni megoldani, hogy szabads ennyi szabadsága nincsen senkinek, egy évre se, kettejüknek se, nem megoldható, nem törődik vele senki. Mi történt? E belengedtek valamit, hogy most már nem lesz elég ez a sima orvosi papírmaszka, hanem venni kell egy bizonyos fajta típust. Mi történt? Az összeset megvásárolták, irdatlan áron, megint feláraszták a weboldalak ezeket a rohadt maszkokat. Mintha nem tanultunk volna az elmúlt egy évből. És megint mi van? Nagy bevásárlóközpontokkal kapcsolatban közölték, hogy nem zárnak be semmit, ami bevásárlóközpont. Mi történt? Ugyanúgy mennek, mint a, mint a sáskák, megint vásárolják a lisztet, olajat, cukrot, a faszom se tudja, mit csinálnak ezzel a sokszorral. A WC papírt, ember, ha meghalunk, mit törölsz vele? Fú, És a legrosszabb ebbe, hogy mi maradt? Bemész egy nagy bevásárlóközpontba az üzletsoroknak be kell zárni, hiszen a táskabolt, a cipőbolt, a ruhabolt nem lehet nyitva. De bemész a tesco -ba? Van bent táska, ruha, cipő? Persze, hogy van. Ez most már túlzás, ez most már egy egész egyszerűen anyagi lehúzásról szóló, más szektorokat teljesen tönkretévő dologról van szó nagyon sok ismerősen maradt munkanélkül. Rengeteg embernek kell fizetni a kis étterme, boltja után a bérleti díjat akkor is, hogyha a kereső tevékenységet már nem folytat, mert nem tud, mert a rendelet nem engedi. Turisztika, idegenforgalom, kirándulás, ezekről már nem is tudunk semmit. Milyen jó volt repülni olcsón? Most már sehova se lehet repülni. Komolyan, az, hogy kikergetnek minket mindenhonnan, és egymás hegyén hátán ülünk, ez fogja megoldani a vírus továbbterjedését. És közben az intézkedéseknek még nincs is racionalitásuk. Olyan, mintha valaki ceruzával, kockáspapírral megrajzolna valamit, aztán este rájön, hogy nem stimmelnek a vonalak, összegyűri, kidobja, rajzol másikat. Csak tudod, mi a baj, hogy mi vagyunk a vonal ezen a papíron, és az a kockáspapír a mi életünk. A saját dolgomra én már nem is térek ki, hiszen nálam sokkal többen vannak rossz helyzetben. Nekem még vannak tartalékaim, meg vagyunk, hál' Istennek időközben lett civil munkám is, de nagyon sok zenészt ismerek, aki, aki, aki elment, elhagyta a zenélést. És persze oda lehet ilyenkor dobni, hogy nagyon helyes, az nem munka, menjen csak kapálni, az az igazi munka. Gyerekek, a művészeti ágaktól fosztottak meg olyanokat, akik ezt lelkesen, szeretettel csinálták. Pénzt is kaptak érte, de én higgyétek el, a saját példámból tudom, hogy ezeket nem lehet pénzért csinálni. Azt a pénzt, amit egy session gitáros egy zenekarban megkap, meg tudja keresni máshol is. De ő szeretne gitározni. Ugyanez vonatkozik szinte minden művészeti ágra. Emlékeztek még a színházra? Hogy milyen volt elmenni színházba? Emlékeztek, milyen volt elmenni moziba? És most nehogy azzal jön nekem valaki, hogy ó, Netflix, minden helyet nem jó. Az egész világ arról szól, hogy szocializálódjunk szanaszét, ne foglalkozz, ne járjunk tömegbe, Mindenki szegregálódik. Egy pár dolog van csak, ami, ami még közösségi dolog, ami a közösségi terekkel kapcsolatos, ami az élő, igazi élmény miatt megy el az ember. Ilyenek a koncertek, ilyenek a színházak, ilyenek a mozik. Én semmi olyat nem támogatok, ami arról szól, hogy, hogy most már ezért se menjünk emberek közé, hanem csináljuk otthon négy fal között. Pici telefonon, sötét szobában nézzük. Nem, nekem ez nem tetszik. Én ehhez nem tudom, nem tudok lelkesen csatlakozni. Pedig én is fejlesztek, én is próbálok mindent modernizálni, de azzal, hogy én az online térbe tenném át a tevékenységemet, akár ideiglenesen is, azzal tulajdonképpen megásnám a saját síromat. Bebizonyítanám, hogy nincs szükség arra, hogy el elgyertek színházba. És legyünk egy légtérbe hogy ott test közelből halljatok, lássatok engem, hogy velem együtt röhögjetek. Nincs rá szükség, hiszen meg tudjuk úgy is csinálni, hogy te ugyanazt a pénzt elküldöd nekem, én meg küldök egy nyomorult, kibaszott linket. Na, én ezt nem tudom megcsinálni. Úgyhogy nagyon-nagyon várom azt, hogy újra éledjenek a dolgok, hogy kinyissanak a boltok, hogyha jön a jó idő, kiülesünk egy teraszra. Ha már van egy drága magángép, amivel a legnagyobb politikusaink, akinek mi az adóból összerakjuk a kerozint, röpködhetnek, a világ minden tájára, és ebből még nem is csinálnak igazából titkot, akkor legalább hagyjak meg egy rohadt teljes kávét, vagy egy fröccsöt valami kocsma És tudjátok, mi a legfájdalmasabb ebbe az egészben? Az elmúlt egy évnek számomra mi a tanulsága? Hogy színház, mozi, kultúra, meg ezek nélkül tulajdonképpen meg vagyunk. Mondhatjuk, hogy egy járulékos veszteség volt. Most is láthatjuk, amíg vannak boltok, amíg vannak kütyük, amíg tudunk netezni, addig olyan nagy baj nincs is. És ilyenkor még egy kicsit kevesebbnek érzem magam, mint a legrosszabb pillanataimban. De fel a fejjel, azt mondom mindenkinek, bizakodjunk. Remélhetőleg, ha beoltanak mindenkit, akkor a vírus már nem fog hova tudni támadni, mint a rossz science fiction filmekben, amikor az utolsó kis földönkívüli lény rájön, hogy már nem tud kibe beleköltözni aztán szépen kipusztul. Remélem itt is az lesz, és remélem a vírus pusztul ki hamarabb, mint mi. Attól, hogy online előadásaim nem lesznek itt a Youtube-on, továbbra is folytatom azt, amit csináltunk, amit, amit, elkezdtünk, hát hiszen menni kell tovább, nincs mit tenni, és a Facebookon, meg az Instagramon is megtaláltok. Igyekszem vicces képekkel, mémekkel, videókkal feldobni a napjaitokat, hogyha Rákattintotok, és esetleg egy kicsit mosolyra húzátok a szátokat ezekben vészhelyes időkben, akkor már nem érzem úgy, hogy hiába volt. Én jelen pillanatban ennyit tudok most tenni a dologért. és az annyit, hogy a magánprivát életembe tulajdonképpen visszahúzódom, és igyekszem humorista, meg, meg közbohóc, meg minden mellett megfelelő férj, gyerek és apa lenni. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és vigyázzatok magatokra. Nagyon. Tiasztok!